egy rövid igazságot, egy bibliai igazságot szeretnék veletek megosztani. Ezt a János evangélium a 3.16-ban találhatjátok, amely így szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Jézus Krisztus azért jött el értünk, hogy minket ne a halál, ne a pokol, ne a betegségek, ne a problémák vegyenek körül, hanem azért jött el, hogy már most itt ezen a földön életet adjon neked. Hogy megmentsen bennünket. Ezért jött el Jézus. Ezért jött el az örökkévaló király, hogy beköltözön a szívedbe, hogy élet legyen az életedbe, mert üres az életed Jézus nélkül. Lehet, hogy nem érzed, de ez az a valaki, akit keresél egész életeden át, és nélküle üres is maradsz, mindaddig még be nem hívod a szívedbe. Mikor megismertem Jézus, és beírtam a szívembe, egészen más lett az egész életem. Gyere és tapasztald meg, hogy Isten milyen jó, hogy milyen csodálatos ő. Ezért gyertek, ha még van közöttetek olyan, aki szeretné befogadni Jézus, bátran megteheted. Gyertek, ne szégyeld Jézus megvallani, mert azt mondja, valaki szégyel engem megvallani, majd én is szégyelem megvallani az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Gyertek, Jézus bátran hív titeket, hogy ne féljetek, nem cselekszik veletek rosszat, csak be akar költözni az életetekbe. Halleluja! Köszönöm Jézus! Dicsőítsük azt, hogy Jézus szíve váltott.